Sándor Tamás viszi tovább. Lipcsei. Elviszik a labdát. Óriási helyzet. Levágódik a kapufáról, most gól! Simon. Szekeres, gól! 3-2. Szekeres szépít. Célszöglete. Gól! Kuznyecov, 3-3. Két fejez gól egymás után, visszahozzák a ferencvárosiak a bajnoki címet. Egy Ferencváros bajnokságot nem cserélnék el 10 másik bajnokságért. Yes. Pont a közösség miatt. Ennyi. Három ennyi nem sokat adtam volna, de fölálltuk. És ezért Ferencváros ez a csapat, és ezért itt vagyunk. Ez jellemző most már közel 100 éve ezt az egyesületet. Most az utóbbi hónapban már háromszor álltunk fel a padlóról. Hú, hát muszáj volt, mert azt hiszem, a fejünket vették volna, mert a pályászén álltak, úgyhogy nagyon kérdett. Ebben a Fradiban mindig ilyen volt a hangulat. Annak idején, még a század elején is mindig azt mondták, hát összetartás, harc és jókedély, ez legyen a jelszó, ez legyen a cél. 90-es évek szerintem maga az egész 90-es évek a Ferencvároshoz szólt. Ez még azt mondom, hogy a viszonylag könnyebb bajnokságok megnyerése volt számunkra, de mindenképpen egy nagy menetelés volt, hiszen emellett még a kupában is talpon álltunk. Ebben a pillanatban Keller József magasba epeli a Magyar Kupát, amelyet az idén a bajnoki cím mellé begyűjtött a Ferencváros. Nyilasi Tibi 90-től 94-ig volt a csapat vezetőedzője. Akkor már én a Szepesi Lacival és a Hajdú Józsi barátommal már ott voltunk. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert szerintem a 95-ös bajnokcsapatnak és a Bajnokok Ligájába szereplő csapatnak már akkor kialakult a magja. A Tibinek a munkája érett be arra a BL selejtezőre, meg a bajnokságra, tehát ott az alapokat tudtuk kiegészíteni, és a Dezsőbánál pedig érkezett olyan szponzor és olyan háttér, ami biztonságot adott arra, hogy el tudunk indulni, bajnokságot nyerünk, és persze BL, meg felkészülés. Tehát az előző években ez nem nagyon adatott meg nekünk. Többek között januárban 3 hetet Malajziába tudtunk edzőtáborozni, aztán amikor onnét hazajöttünk, akkor még Marokkóba is elment a csapat. Tehát én szerintem a Bajnokok Ligája csoport körének a bejutásához ez nagy mértékben hozzájárult. Bejött egy új szponzor, a Cortax, aki megállapodást kötött velünk 2 évre 200 millió forintért. Az első 100-at odaadta, a második a tönkrement nem tudta odaadni már. Az egy külön sztori, mert a Kelemen Iván a tulajdonos. Míg a 100-ból tartozott, azt hiszem 6 millióval. Bejött az elnökség ülésre, letett az asztalra, a gyerekek, nem tudok tovább fizetni, mert kikezdtek. Ennyit le tudok tenni, ez az első évre le van tudva. Akkor fölállt és kiment sírva a teremből, sok elnökségi tag felugrált, és ez a szemét átvágott bennünket 100 millióval. Mondom, nem, ez a szemét hozott 100 milliót. Úgyhogy fogjuk be a szánkat, és örüljük, hogy volt. Dezső bácsinál megtörtént az, hogy minden posztra volt
másik ember. Tehát, hogy annyi igazolás lett, annyi játékos jött, hogy senkinek nem volt biztos helye. Tehát mindenkinek küzdeni kellett azért, hogy a csapatba be tudjon kerülni, és olyan játékosok jöttek, akik a válogatottnál is figyelembe voltak véve. Több meghatározó játékos hagyta itt a klubot, ugye Szekeres Tomi például, Eugen Elgoye, akkor ugye C. Laci. A legérzékenyebb veszteségű a szurkolók számára Lipcsei Peti volt ugye a Ferencváros emblematikus figurája. Ő nagyon nagy vérveszteség volt a Ferencvárosnak. Nem tudom, hogy NB1-es szinte lehet a Petit pótolni. Szerintem talán egy külföldi játékos tudná őt pótolni. Nem csak Európában, hanem azt hiszem a világon egy jegyzett csapathoz került a Peti. Elsőnek természetesen mindenképpen az volt, hogy Porto jön egy világhírű klub, akkor el kell menni. Viszont utána már egy picit azért fájt a szívem, hogy azért láttam, hogy a Fradi egy óriási dolgot vitt végbe, tehát az, hogy bejutottak a csoportkörbe, láttam a meccseket folyamatosan, egy picit volt szívfájdalmam, de hát az életrendje ezt adta. Hogy a Petinek azt az űrt, amit maga mögött hagyott, azt nem is akarták nagyon betölteni. Valójában én mentem oda ugye a belső pozícióra, de én inkább támadóbb típusú játékos voltam, a Peti meg a mai modern futballnyelven kifejezve ilyen univerzális, tehát tudott védekezni és támadni is. Sajnálom, hogy a Lipcsei Peti akkor távozott. Gondolom utólag lehet, hogy ő is sajnálja, de mert tényleg nagyon jó játékos volt. Jöttek hasonló minőségű játékosok, tehát akik tudtak hozzátenni a csapathoz, hisz akkor tudni lehetett, hogy nem lehetett sok külföldi, de azok viszont minőségi emberek voltak. Akár csak a Kuntisra, Koponovicsra gondolok. Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert akkor tulajdonképpen mi a Délit akartuk leigazolni erre a posztra. Hát a Videóton 24 millió forintot plusz áfát kért érte, és mondtuk, hát ennyi pénzünk nincs, egy fél éves költségvetésünk, hát nem lehet kifizetni. Úgyhogy akkor néztünk más után, és így találtuk meg a Zorán Kunticsot, aki volt olyan rutinos, hogy úgy állapodott meg az előttünk levő klubokkal, hogy kivásárolható másfél millióért vettük meg a Kunticsot. Egy másfajta kultúrából jöttek, más mentalitásuk volt edzéseken, mérkőzéseken, és hamar be tudtak illeszkedni a csapatba. A szerb ember, az ha kártyázik, nyerni akar, ha sakkozik, nyerni akar, ha snúrozik az utcán, nyerni akar. Egy szerb az öröngeni tudott, hogy egy döntetlen után, a Koponovics. Olyan hihetetlen öröme volt, hogy belerugott a Népstadionba, a szegélybe, kiszaladt a szurkolókhoz és belerugott a szegélybe, eltört a lába. Koponovics valóban ott van, és most érkezik a segítség, gyarmati doktor Bodnár Gyúró. Szóval borzasztó szenvedélyes emberek ők. Muszáj dolgozni, muszáj egyszerűen jobban harcolni, muszáj, ha akarnak elérni valamit. Én pont úgy gondolom, hogy mi hoztunk ezt a jó csapat volt ugye a Fradi, és mi hoztunk ezt a mentalitást. A Fradi 14 millió forintért vásárolt a csodakapusát a Csepeltől. A magyar futball történetben ekkora árat kapusért még soha nem fizettek. Mezőnyjátékosért is csak ritkán. A mindent hárító, több milliót érő játékos ma már válogatott kerettag, sokak szerint Magyarország legjobb kapusa. Szokták kérdezni, hogy hogyan lettél fradista, úgyhogy apám is az volt. Hát ez rám ez teljesen igaz, hiszen ő vitt le engem a Fradiba focizni, akkor ő még aktív játékos volt, majd ugye volt utánpótlás edző és aztán kapus edző. És nyilván hát más, meg nem kellett bemutatkoznom a kapus edzőnek. Amikor odaérkezett a csapathoz, szerintem fantasztikus formában volt. És látszott rajta, hogy nagyon örül annak, hogy visszatérhet a Fradiba, hiszen ő is saját nevelésű játékos volt. Tudta, hogy egy pillanatra sem lazíthat, mert ott van mögötte valaki, aki szintén szeretne bekerülni a csapatba. Visszakerülhettem oda, ahol igazából mindig otthon éreztem magam. Ugye mi harmadik generációs fradista vagyok, édesapám, ugye Vince nagyapám, tehát nekünk ez egy óriási megtiszteltetés volt. Olyan közösség formálódott akkoriban, illetve 95 nyarán egy olyan közösségbe kerültem, amelynek köszönhetően egyértelművé vált, hogy a legmagasabb célokért tudunk küzdeni. Hát valóban akkor már mondhatni, hogy így berobbantam, de valóban utánpótlásból, Fradi utánpótlásából sikerült végül is végig küzdenem magamat az első csapatig. Nekem nem volt könnyű dolgom, ugye, mivel én akkor az Újpestből jöttem, nagyon nagy, hát nem tudom, óvaintottak engem, hogy ide jöjjek, de tartottam magam olyan
olyan tökös gyereknek, hogy megpróbálom, igen. Akkor már az egész város utált engem, az újpestiek, mert ugye átjöttem, a Ferencváros azért, mert az Újpestből jöttem. Kecskés Zoltán azt ígérte, hogy a bajnok lesz a Fradi, akkor levágatja a haját. És itt több ember előtt nem merte. Most, hogy a Fradista vagyok, akkor a Fradi kiugrok a stadionból, a villanyújságról, akármit megcsinálok, érte, nem? Igen, lehet, hogy megígértem, csak aztán, amikor oda kerültünk, megijedtem. Tehát, és akkor jött be a birkás, és akkor elkapott engem, és akkor valahogy egy ilyen belső erő jött, és akkor begurultam. Tényleg lehet, hogy akkor kellett volna lépni, és akkor legalább nem találtak volna meg a hajammal se, egy gonddal kevesebb lett volna. Elképesztő volt az a fajta elvárás velünk szembe, aminek nagyon sok játékos, ugye pszichésen, mentálisan nem tud megfelelni. De csináltuk a dolgokat, soha nem gondolkoztunk azon, hogy most mi lesz, vagy nem. Mentünk, csináltuk ösztönösen. Sokat is vártak tőlem a Fradiba, és ez nem ment az elején, és engem ez nagyon frusztrált. Nagyon keményen edzettem, hogy ezt ezen túl legyek, de maga a játék sem ment. Emlékszem, Debrecenben a meccs elején lecserélt Dezsőbe, akkor ugye kialakult közöttünk egy feszültség. Én se voltam egy könnyű gyerek, tehát elég makacs, önfejű fiatal voltam, aki mindig előre akart menni, és nehezen értette ezt meg, hogy miért kell kompromisszumokat hozni. Edzőként mennyire lehetett vele bírni, ugye egy fiatal Vince Ottóval? Hát én meg szerintem a Dezső is megtaláltuk a hangot az Ottóhoz. Rögtön hozzáteszem, hogy azért kellett egy olyan csapatkohézió, amiben az Ottó kénytelen volt beilleszkedni és megtalálni a helyét. Senki nem szeretett veszíteni. És tényleg minden egyes ilyen egymás közti játéknál is, hát volt azt emlékszem, elmentünk Spanyolországba edzőtáborba, szó szerint őre mentünk ott egy ilyen tengerparti fociba. És szerintem ettől volt esetleg több az a csapat, mint ami előtte volt. Mindenkit hajt a saját egója, és én úgy emlékszem, hogy az öltözőben is azért nagyjából ilyenek voltak. Hát azt gondolom, hogy a fradizmus erről szól, hogy az emberbe beleívódik az, hogy tényleg a legjobbak között is a legjobbnak lenni, és hogy ez egy ilyen természetes dolog. ...1995-ben már azt nagyjából Magyarországon is mindenki tudta, hogy mit jelent a Bajnokok Ligája. Hogy itt valami fantasztikus liga jött létre. Ferencváros megkapta az Anderlechtet, amelyik ugye papíron a legerősebb csapat volt a selejtezőben. Akkor ugye 16 csapat volt a Bajnokok Ligájában, 8-at kiemeltek, és a 9. kiemelt a belga bajnok volt a Fradi ellenfele. Akkor tényleg egy kitűnő jó csapat volt az Anderlecht, és nagyon jó menedzser csapat volt az Anderlecht. Constant Van der Stok, a világhírű tulajdonképpen, európai hír mindenféleképpen, sörgyáros, ról mindenki tudta kérlek szépen, hogy imádja a labdarúgást, imádja a csapatát, közölte vélik, hogyha nem jutok tovább, ő veszi a sátorfáját, és kérem, leköszön. Úgy ment neki mindenki belga részről annak a meccsnek, hogy hát azért rúgnak egy hármas csimán. Mentem a ruhatisztítóba a felvezető után, kérem, tehát amikor még úgy felvezették a dolgokat, és mutogattak nekem hármat, négyet, jó, mondtam, hogy just, let's wait and see. Várjuk meg a végét, és akkor meglátjuk. Utána beszélgetünk a történést. Hát először is ugye lebecsültek minket, mert magyar csapatok, jó, oké. Okay. Hát most fölkaptuk a fejünket, egyből elkezdtük nézegetni, hogy kik játszanak, ott tudtuk, hogy rengeteg belga válogatott volt, ott volt a belga gólkirály is. Igen, mi tudtunk, hogy akkor az Anderlecht ezt erősebb, mint mi. Ez ugye ez nem volt nagy titok. A mérkőzés előtt a belgák negyedosztályú üzemi csapatnak nevezték a Ferencvárost. Már hétközepén is felfelé ébredtem éjszaka, mert az igazság, hogy talán az utolsó szanszunk. Ez, hát most röviden annyit, hogy szeretnénk azt bebizonyítani, hogy nem vagyunk üzemi csapat, mint hogy ott kint megjelentek a belga lapokba, és hogy negyedosztályú csapatnak tituláltak minket, úgyhogy remélem, hogy holnap este be tudjuk bizonyítani az ellenkezőjét, és lehajtott fejjel fog elkulogni az Anderlecht. Hát alapvetően 95-ben vagyunk, tehát maga az, hogy külföld, hogy nyugat, hogy nyugati csapat jön, ez azért, hogy mondjam, más, hogy nyomott alatban, mint napjainkban. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez a csapat soha nem gondolta azt, hogy alárendelt szerepet kell játszanunk ezek ellen a csapatok ellen.
Sőt, mindenki úgy vette, én is, és a játékosok is, hogy most itt van az idő arra, hogy megmutassuk, hogy mi itt vagyunk. Mi soha nem akartunk védekezni. Tehát mi nem építettünk soha úgy taktikát, hogy mi ne kapjunk gólt, vagy visszaálljunk és védekezünk, hanem mi nyíltan próbáltunk meg focizni. Büszkék voltunk arra, hogy fradisták vagyunk, büszkék voltunk arra, hogy ott nőttünk föl. Tehát ennek a csapatnak a nagy része magyar és saját nevelésű volt, és akkor így mentünk neki a feladatoknak. Én úgy emlékszem, hogy nagyon-nagyon jól felkészültünk az ellenfélből. Tehát nagyon szépen föltérképezte nekünk az akkori stáb, Novák Dezső bácsival, Moha Józsi bácsival. Nagyon-nagyon átbeszéltük az ellenfélnek a játékosait, a csapat mozgásait, hogy mit kéne ellenük csinálni. Hát biztos, hogy esélytelnek éreztük magunkat, mert én olyan nyugodt voltam, hogy talán még egyetlen egy meccse, egy előtt se, de nekem van egy olyan szokásom, hogy általában meccsek előtt egy órával mindig rám jön a WC-zó. És az Anderlecht meccs előtt, mikor kinültünk ugye a stadionba, nem. Egyszerűen mondom, mi van velem, nem tudom, olyan nyugodt voltam. Ugye, és akkor kimentünk a gyepre, ugye nagyon jó zene szólt, hangos volt, ugye a bemelegítésnél már éreztem azt, hogy mondom, itt valami fog történni. Tehát annyira lázba volt, de én legalábbis lázba voltam, de ezt éreztem a többieken is. Ha azt a népsort megnézi bárki, több százszoros válogatott összeadva az egész csapat, akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag itt most valami csodának kell történni ahhoz, hogy ezt mi megoldjuk. Kinti Anderlecht mérkőzésen éreztem azt, hogy Hajdú Attilával álltam mögött, hogy nem kaphatunk gólt. Tehát annyira nem is kellett a többieket sem irányítani, mert Simivel jobb oldalt, bal oldalt, mindenhol olyan játékosok álltak, ismertük egymás gondolatait, és akkor valóban én is a top formában voltam, azon a szezonban voltam a legjobb állapotban. Én elkezdtem a mérkőzést közvetíteni, anélkül, hogy tudtam volna, hogy itthon abból hallanak-e valamit vagy sem, de végül pár perc után helyreállt a kapcsolatunk. Az Anderlecht elleni meccset mind a kettőt tévéből néztem. A második meccset azt valahogy, nem is tudom, szerintem ott lehet, hogy pont a kerülettel voltunk valahol, és akkor így együtt néztük, úgyhogy ott őrjöntünk. Volt egy-két szituáció, amikor kaphatom volna gól, de akkor Simon Tibi jól reagált, mikor egy gólvonal kirúgta a labdát, a Hajdú Attila jó védelem, az egész védelem működött, és tudtuk, hogy nem lesz sok gólhelyzetünk, és szerencsére ezt a ritka lehetőség, mikor adott előttem, akkor berúgtam. Lisztes terel. Nemles, gyönyörű átadás, gólhelyzet, be kellene rúgni, Guntić, gól! Guntić góljával vezet a Ferencváros. Ezért jöttek körülbelül 500-an. Zorán Guntić rendkívül higgadtan. Mindenki örjön. De már meccs után már tudtam, hogy sokkal nehezebb lesz a visszavágó. Kint nem kaptam lehetőséget, csak csereként ugye a mérkőzés végén, és ezt nagyon rosszul értem meg, viszont amit a csapat teljesített ott kint az Anderlecht ellen, az parádés volt, és az egy óriási bravúr volt. Ott voltak a szurkolóink mögöttünk, hallottuk, hogy a mérkőzés előtt már gyakorlatilag a város, a belváros felrobbant a fradistáktól, tehát megvolt a felfokozott hangulat. Ez a kinti mérkőzés után, emlékszem, hogy megnyertük 1-0-ra, egy percet nem aludtunk. Ugye tudtuk azt, hogy ez még nincsen lefutva, de tudtuk, hogy nagyon nagy előnyünk van azzal az 1-0-al. Inkább az volt a probléma a kinti meccs, mikor Gora nem passzolt a labdát, nagyon mérges voltam és majdnem verekedtünk, az igaz. Ezek bejöttek, ezek majdnem megölték egymást. Így emberek, hogy egymásnak mentek, valójában nem vagyok egy laborvagány, de valójában én nem mertem beleszólni, megnyugtatni. A Dezső inkább elfordult. Még mindig a sajtóból is az jött, hogy ezek olyan magabiztosak voltak, és teljesen lenéztek minket. Nem erre számított Herbert Naiman. Guntić 58. percben lőtt góljával, 6,5 perccel a vége előtt vezet a Ferencváros. Ennyire csapatot, mint ezt a Ferencvárost. Nem tudom, hogy valaha lebecsülte az Anderlecht. Akkor kapta kézbe, amikor ott tudtunk nyerni 1-0-ra, de mi tudtuk, hogy borzasztó nehéz lesz a visszavágó.
állítom, senki nem számított erre az eredményre, hogy a Ferencváros 1-0 arányban Kuntić góljával legyőzi az Anderlechtet. Egy dolgot nem szabad azonban, elhinni a Fradinak azt, hogy már további jutott. Itt lehet látni, azt mondja, hogy a pázvet, tehát azt jelenti, hogy a lila fehérek szakmai és gazdasági katasztrófa előtt. Én egyébként annyiban negatívan jöttem ki a dologból, hogy azt hiszem talán a repülőgépen Brüsszelbe menet, fogadtam az egyik szurkolóval, ő azt mondta, hogy nyerni fog a Fradi, azt hiszem egy üveg viszki volt a tét, amit aztán oda is adtam ennek a szurkolónak, aki a Grasshoppers Fradi meccs előtt a Jenővel fogadott, és tőle is nyert, tehát ha létezik esetleg valaki, aki a Ferencvárosban 25 évvel ezelőtt alkoholista lett, akkor az azért volt, mert a TV riporterektől állandóan elnyert egy üveg viszkit. Simon Tibi elég jó ismerősen volt, és nem tudom, hogy milyen oknál fogva jött szóba, hogy edzőtábor és hogy Visegrádra mennek, de hogy hát az kicsit messze van, jobb lenne máshova menni. És akkor mondtam, hogy én a Petneházuba dolgozom, akkor megmutattam neki a képeket, és a Novák Dezső bácsival eljöttek körülnézni. Szerintem szerelem volt első látása, ez még mindig olyan gyönyörű környezet, mint 25 évvel ezelőtt volt, és hát így került ide a csapat. A Simi megérkezett ilyen nagy motorral, tesztelt ott, hogy a csendes pihenő alatt más világ volt, de igen, elvonultunk, arra tudtunk koncentrálni, ami a feladatunk volt, nagyon sokat beszélgettünk erről, egy kicsit kizártuk a külvilágot. Még a meccs előtt, mikor onnan elindultunk a busszal, és mondjuk az Anderlecht ellen, és akkor az egész városon keresztül szól, és akkor éreztünk a szurkolóknak a támogatást, tehát ez hihetetlen érzés volt. Érezni lehetett ott a levegőben, hogy ez valami más. De még a Siminek sem lehetett semmit a hangját hallani, készültek. És akkor emlékszem, a lisztes kis fiatal játékos volt, és valamin úgy elmosolygott, csak elhúzta a száját. Na ez elég volt a Siminek. Ez majdnem megölte. Azt mondta, te, hát azt mondta, az élet az legfontosabb meccsre, és mosolyogsz. Azt mondta, meccsel, hát nem mosolygott, csak valamiért elhúzta a kisgyerek, de majdnem megölte, megfojtotta. Hát hogy mert mosolyogni? Egészen fantasztikus volt egyébként az Anderlecht elleni hazai mérkőzésen a hangulat, tehát ugye nagyon közel voltak a nézők a pályához. Viszonylag ugye az egy kis stadion volt, 15-18 ezer ember zsúfolódott be, de tényleg együtt lélegzett a csapattal, felejthetetlen élmény volt. Aratond is kért meg, hogy szóljak a szurkolókhoz, valóban kellett, hogy pályára ne dobáljanak be semmit, hogy maradjanak a helyükön, ne ugráljanak be a pályára, ez fontos volt a bírók is, erre megkértek minket, meg hát a vezetőink is. Zetterberg már emeli is vissza Grün felé, Kecskés. És most Nagy Zsolt, Kecskés, majd újra Nagy Zsolt lett volna, ha jól lett volna a labda. Nagy Zsolt azonban megszerzi! Igen, arra emlékszem, tudom, az arány ment a jobb oldalon, és úgy éreztem, hogy a védő oda fog mozdulni, mert annyira egyértelmű lett volna a passz, és azért akartam vissza befelé magamnak, de hát sajnos nem sikerült. Kettő az egy ellen, Nagy Zsolt, középen Kuntić, Nagy Zsolt, át kéne tenni, Nagy Zsolt egyedül. Ha passzol. Én sem emlékszem nagyon jó, mivel akkor nem tudtam beszélni magyarul, jó, most se tudok igazán, de volt egy srác, aki azt mondta, hogy újságíró, és így mondta nekem, mi csinálta volna Zsolttal, ha nem jutottunk volna tovább. És akkor én megmutattam, hogy csak ennyit tudod. És akkor ebből lett ezt a számomra, ez nem volt korrekt. És de mondtam is az elnöknek, hogy mondom, ez így nem, én elég naív voltam, de mondom, nem tudtam akkor beszélni, és inkább megmutattam, hogy mi. De ebből a helyzetből, ahol akkori
Szerbiából, hogy mi zajlott háború, stb. Stb. Mit gondolta volna az emberek rólam, hogy én ilyen barom vagyok, vagy a vagy ember, akinek megölik, ha nem úgy csinálják, ahogy én gondoltam, szóval igen, de nem, az, de tényleg a Zsolta nem haragudtam persze, mert ő legjobban akart, csak szerencsére tovább jött önök, az volt a lényeg. Hát azért megmaradt a tüske bennem, de nem is akarok ezzel foglalkozni igazából. Kopunovics, Lisztes, na, ez itt a Grünben akad el, Kopunovics a harmadik gólhelyzete lehet, Kuntics leszi be, gól, Kopunovics, a harmadikat berúgta, tüzek gyúlnak a lelátónk, Kopunovics szinte sír örömében. A meccs ilyen zöngéhez hozzátartozik, hogy amikor 3-1-be vezettük a labdát, akkor ugye a Gorán a Zoránnak passzolta ki a zsugát, nem nekem, én pedig ordító helyzetben voltam, pont ide megkapom, de üres kapó behelyezem. Ez volt a szerb együttműködés, szerencsére végül is Zorán visszaadta, Gorán meg fölrúgta a kapus ugye, keze feje fölé, úgyhogy megvolt a gól, és ugye összességében azért ezzel jutottunk tovább. Réko még, Hajdu öklöz. Zetterberg érkezik, Hajdu fejjel, és de Bilde, ő már eltörte a labdát. Fejbe lőttek, 15 méterről jól eltalált lövéssel elő nem tudtam elugrani, és fejbe lőttek, és akkor volt némi memóriazavar. Hál' Istennek nem járt semmi mással, csak azzal, hogy még egyszer kellett nézni a meccset, hogy minden perc meglegyen. Ő volt szabálytalan, lefújta az akciót Motrem. Kéz mozdulataiból vélem ezt felfedezni, a sípszót nem hallottam. Szabadrúgás a magyar csapat javára. Láttuk is, hogy miért. Zeng zúga, hajrá Fradi. És Motrem kézbe veszi a labdát, ami azt jelenti, hogy vége. Most már tényleg vége, de nem a Ferencváros kupa menetelésének. Kopunovics és de Bilde góljaival Ferencváros Anderlecht 1-1 itt az Üllőjúton. És mivel Kuntics góljával Brüsszelben nyert a Ferencváros, az utóbbi 10 év legnagyobb magyar kupa sikerét érte el a Fradi. Elképesztő boldogság, bár a nézőknek nem lehet berohanni, de természetesen jönnek a fotósok is. Fantasztikus a hangulat, megérdemelte a továbbjutást a Ferencváros. Figyelj, nem érdekel most, ha itt van menedzser, akkor nem tudom ki vagy itt. Lényeg, és legfontos ez, ha megyünk tovább, hogy ha lesz még egyszer így tele stadion, hogy Real, Juventus, és megyünk tovább. Kell nyerni most minden. Azt mondtad, ha a Fradi tovább jut, nem biztos, hogy elmész nyugatra. Most hogy érzed? Nekem itt van nyugat. Ez a csapat ezt csodát csinált, és olyan boldogságot nem csak nekem, hanem ennek az egész labdarúgás szerető magyar népnek. Ez az egy mindenki egyért elv meghozta ezt a nagyon szép sikert. Egy játékos biztos, hogy kiesett a Simon személyébe, akinek törése van a kezén. Bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy most mi van tulajdonképpen Simon Tiborral? Nyilván együtt voltak a mérkőzés utáni éjszaka. Egyik újságban azt lehetett hallani, olvasni, hogy megütött egy hűtőszekrényt és eltört a keze. Máshol azt olvastam, hogy a mérkőzésen ráesett. Mi az igazság? Elég kusza ez az egész dolog, hogy a szekrényt ütöttem, meg mérkőzés közben tört el a keze, de hát majd erre fény derül. Belevágott azt hiszem nem is tudom, a hűtőszekrényben, és eltört a keze, tehát gipszbe került a keze. Ezt azért egy kicsikét kezelni kellett. Nem firtattuk, hogy mi történt, sejtettük, hogy valami balé van, de ő elvállalta. Volt, amikor lehetett volna keménykedni, meg példát statuálni, de a Dezső mindig elkerült ezt. Szóval nem akart rosszba lenni a játékosokkal, nem akart büntetni olyanokat, pláne nem, akik a pályán a szívüket elkülkítették. Az Üllői úton most is ünnepelnek a szurkolók. Az Újpest tegnapi UEFA kupa győzelme és a Ferencváros mai Beg-diadala után holnap a Vác FC Samsungon a sor, hogy kiderüljön, 100%-os eredmény nyújtanak-e kupa csapataink a nemzetközi porondon. 1986-ban ért el olyan sikert a magyar foci, mint ezen a héten, tehát az akkori magyar-brazilnak nem volt igazi tétje. Az Újpest kedden kiütötte a kassát az UEFA kupából, tegnap pedig a Ferencváros Európa egyik legjobb csapatát, az Anderlechtet a Bajnokok Ligájából.
Elég annyit mondanom csak, hogy amikor először jöttek szemlére az UEFA-tól a stadionba, az Anderlecht kiverése után volt, tehát még augusztusban, bőven az első kör előtt, megnéztek mindent, és azt mondták, hogy rendben van, szép, jó létesítmény, nagyon kicsi lesz a stadion, ebből nagyon nagy bajok lesznek, hol van a sajtótribün? Mutattuk, hogy hol, mondtuk, hogy ne viccelődjünk, egy sajtótribünt azonnal építeni kell. Tehát annyira nem voltunk mi tisztában azzal, hogy milyen nagyságrendekkel, milyen kaliberekkel kell dolgoznunk. A Fradi azzal, hogy bejutott a Bajnokok Ligájába, bekopogtatott Európa ajtaján, és most már a létesítmény is európai színvonalúvá válik. Ez a létesítmény, ami most épült a stadionunkra, ez a sajtópáholy, ez már a miénk marad, és ez igazán szebbé tette a stadionunkat. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy ilyen más világba érkeztünk, tehát viccesen meg szoktam említeni, hogy a kapu előtt nőtt a fű, nem föld volt, tehát olyan stadionokba mentünk. Felfoghatatlan volt, mint a más bolygóra tévedtünk volna. Kaptunk az UEFA-tól egy olyan szabályozó rendszert, egy körülbelül ilyen vastagságú, ők füzetnek nevezték, vagy bukletnak, de azon az is rajta volt komolyan, hogy a vibbe, a pincér nyakkendőjén milyen mintának kell lennie. Ennek van egy protokollja, amiben mi, mondom, mi beleestünk. Tehát most csúnya szót mondok, lehet, hogy mi rövid nadrágba mentünk egy sajtótájékoztatóra, ami nem illik. Tehát mi egy teljesen újak voltunk. Ki is alakult egy vita, egy közös gondolkodás, fogalmazzunk így, hogy hol játssza a csapat a hazai mérkőzéseit. Ugye bevigyük a Népstadionba, vagy pedig az megszokott hazai bázison, az Üllői arénában játsszuk a mérkőzéseket. Megosztottak a vélemények, hiszen ugye többen úgy gondolkodtak, hogy azért mégis ez a hazai pálya, itt ismeri minden fűcsomót, minden fűszálat, minden szegletét a pályának ismeri a csapat. Ugyanakkor meg az volt, hogy a Népstadionba 80-100 000 néző be tud jönni a mérkőzésre. Aztán népszavazást kéne kiírni erről a kérdésről, hogy Népstadion vagy Üllői út. Én mondták, hogy esetleg bevinnék a stadionba, mit szólnánk hozzá, a játékosokkal leöltünk, és egyértelműen az Üllői út mellett maradtunk, hiszen ez volt egy olyan színhely számunkra, ami sokkal fantasztikusabb, mint mondjuk a stadion. Az ember persze szeretne minél nagyobb nézőközönség előtt játszani, de mi már akkor is éreztük, hogy a mi kis Üllői úti stadionunk az a mi saját kis otthonunk, tehát mi ott érezzük jól magunkat. A szurkolók ki is tettek mindenféle transzparenset, így fogtok lógni akasztófára a fölrajzóval, ott lógtam én, meg ilyenek, mert nem tudtak jegyet venni, elképesztően nagy cirkuszok voltak. Jött a sorsolás, és ugyanak megkapta a Fradi a címvédő Ajaxot, meg megkapta a Real Madridot, plusz még a Grasshoppers-t, tehát az nyilvánvaló volt, hogy itt Európa legjobb futballistái most a magyar bajnok ellen is villoghatnak. A legváratlanabb, amikor bejutott a Ferencváros, az, hogy gyakorlatilag 8-10 sérülttel és eltiltottal ki kellett állni a Grasshoppers ellen. Azt mondta az utolsó edzésen Novák Dezső, gyakorlatilag síri hangon, hogy kapunk egy ötöst. Hát nem tudom mit csinálni. Mit fog csinálni kedd éjszaka meccs előtt? Töröm a fejem. Egész éjjel? Hát, amíg el nem alszom. Nagyon sírálmas a helyzetünk, ez az igazság. Nem sírni akarok előre, hogy utána meg tudjuk magyarázni a bizonyítványt, de hát egyszerűen ez katasztrófa, ami itt van a sérülése hullámmal. Hát mindent megtenni magyarul annak érdekében, hogy ne következzen be, hogy esetleg beleszaladunk mi egy 6-os, 7-es, 7-0-ás verességbe, megalázanak bennünket, mert azt hiszem, ez ami még egyszer mondom, nem lenne jót a magyar labdarúgásnak, Ferencvárosnak sem egyáltalán. A nevezésnél még itt voltam, úgyhogy a nevem benne volt a BL nevezésben, nem vettek ki belőle. A Havasi Misivával a parkolóban találkoztam, és akkor kérdezte meg, hogyha minden papírmunkát el tudnak intézni, akkor lenne kedvem visszajönni. Hát mondtam, hogy lenne. Grasshoppers előtt a Fradi Vasas mérkőzés volt, ahol sajnos kikaptunk. Vince Otto összetűzésbe is keveredett a szurkolók az aluljáróba. Ugye nyilván erről nem beszéltünk, és aztán a médiában is még a mai napig is sokféleképpen jelent ez meg. Egész egyszerűen arról volt szó, hogy kikaptunk 2-0-ra, és én nagyon el voltam keseredve a mérkőzés után, és volt akkor egy nagyon csinos, szép barátnőm, akivel valahogy nagyon rosszul reagálta le azt, hogy ott a meccs után kijöttem a portán, és egy pillanat alatt összepattantunk, és az Évi leszaladt az aluljáróba. Megragadtam őt, és akkor itt kialakult közöttünk egy párbeszéd, és ezt látták meg fradisták, akik jöttek a mérkőzés után, de nem láttak engem, mert ugye baseball sapkában voltam, csak annyi volt, hogy oda léptek hozzám, és hogy azt mondták, hogy engedjem el a lányt, és hát akkor ugye én visszafordultam, és mondtam nekik, hogy ebben ne szóljatok bele. És az egyik fiú már ittas volt, és egyből megütött. Az Évi felszaladt, hogy engem bántanak, a Fradi sörözőből leszaladt kb. 50 ember, egy pillanat alatt elszabadult a pokol,
nem kellett volna, összességében így utólag saját magamat hibáztatom. Utána már, amikor már az egész így lecsillapodott, akkor bocsánatot kértek, és tökre megbeszéltünk mindent. Úgyhogy nem minden probléma mentesen utaztunk el Zürichbe. Nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk, feszült volt nagyon mindenki, játékos, különösen szegény Dezső, Novák Dezső az edző, hiszen tartalékos volt a csapat. És hogy a meccs mellett mi vár ránk, arról elképzelésünk se volt. Zürichitó partjára meghívtak minket egy étterembe, egy ebédre, olyan kulisszák közé, amit mi Magyarországon addig soha nem tapasztaltunk. Megérkeztünk öt olyan elegáns úriember, akiket csak filmekben láttunk. Öt aranyozott szöcske a kezükbe, ugye mint a Grasshopper, a szöcske, a klubnak a jelképe, ezt átnyújtották nekünk. Mi kedveskedtünk cserébe öt átlátszó műanyag tokba, öt zöld-fehér törölközővel. Így kezdődött az egész. Majd lement az első félidő gól nélkül, és azon gondolkodott a mester, hogy hát a Vince Ottot le kell cserélni. Hát olyan gyengé játszik, muszáj lecserélni, és azt hiszem, talán a Muha József mondta neki a pályázó, hogy hát Dezső, de kiküldjünk be, hát nem ül senki a padon. Így aztán az Otto a pályán maradt. Biztos voltam benne, például, hogy a szünetbe a Simi neki megy az Ottónak. Én abban 100%-ig biztos voltam, és ahogy hazajöttek, én ezt meg is kérdeztem. És én úgy tudom, hogy szólt is neki, mert szó volt róla, hogy lecserélik. Mert nem játszott jól az Otto az első fél időben, tehát nem volt annyira taktikailag rendben az Otto. És én úgy tudom, hogy a Simi oda ment neki szólni, és mondta, hogy szedd össze magad, mert nem a Dezső bácsi fog lecserélni, hanem én foglak egy kicsit úgy elintézni, hogy lehet, hogy egy hétig nem jössz az Üllői útra. Ottónak is megmondta, hogy most aztán szedd össze magad, és a második fél időben Otto megcsinálta kétszer azt a visszacselt, azzal a zürichi játékossal, a Geigerrel szemben, akivel egyébként annak idén egy klubban játszott, és a Geiger a mentális fölényét sokszor éreztette vele szemben, hogy te fiatal kis magyar gyerek. Balhátvédet játszottam, az első fél idő valóban nem úgy sikerült, volt egy kiállítás az ellenfélnél, ennek ellenére nagy volt rajtunk a nyomás, Dezső bájá volt keseredve, a fél időben nyilván szószót követett, volt egy rövid értékelés, és hát az én játékomat sem értékelte túl fényesen. Majd emlékszem, hogy felvetődött annak a lehetősége, hogy talán a Muha Józsibát kérdezte meg, hogy na, akkor kit lehetne becserélni. És akkor Simi azt mondta, hogy senkit, az Otto marad, és ugye én ültem a sarokba, a Simi mellettem, és így megfogta egy a csukjámat, ilyen Simire jellemző módon megszorította, így hirtelen összementem ilyen törpébe, mert ugye annyira meg tudta fogni, egy ilyen rossz szokása volt, hogy szórakozott az emberekkel, és akkor azt mondta, hogy Dezsőben az Otto marad, és akkor kimentünk a második fél időbe, aztán történt, ami történt, ez már történelem. Hát a másik oldalra is nem is rossz Vince Ottónak. Vince Otto még jó a csel! Gól! Gól! Az én időmben is volt olyan, hogy a játékos szólt az edzőnek, hogy maradjon a pályán. Bizonyos dolgokat belülről jobban éreznek a játékosok, mint akár kívülről a kispadról. Vince Otto a második fél időben, mintha kicserélték volna, és én remélem, hogy ez lesz az újjászületése. Vince Otto jön, lerántják, nem lehet lerántani, ott a csel! Ho-ho! 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 Vince Otto! Itt Zürichben is, amikor kimész, és a második fél időben hajtasz az ellenfél kapuját, és fölnézel, és nem tudom én, nem akarok rosszat mondani, de kb. 3000 fradi szurkoló, 2500 Zürichben. Tehát amikor ezt te meglátod, akkor gyakorlatilag nincs fáradtság, egyszerűen nem érzel semmit, csak egy olyan biztatást, egy olyan erőt magadba, hogy ez repít téged. Itt nincs meset, nincs fáradtság, mész, amíg bírsz, amíg össze nem esel. Nyilas! Még ez is jó! Még ez is! Lisztes lőd vár be! Bent van! Emberek! Megnyert a Fradi azt a meccset 3-0-ról, ugye minden összejött, 11-est védett a Hajdú Attila. Bement minden helyzet, és az a fajta őrület elképzelhetetlen volt. A hangulat tegnap Zürichben a meccs után a szurkolók szerint leírhatatlan volt. Semmiféle atrocitás nem történt, a hűvös svájci drukkerek gratuláltak a magyaroknak. Nem tudok mondani, hogy láttátok a meccset? Jól van. Nagyon nagy boldogságban, jó van, hát mi is itt ünneplünk meg minden, majd most érünk be nem sokára hotelba. Itt van a kisöcsém, itt vigyorog, hallod? Jó van, puszi, na. Vérenc Bávos, gratuláción! Papá,
zöld-fehéreket ugyancsak zöld-fehér ünneplő szurkoló tömeg várta a Ferihegyi repülőtéren. Hogy van a kezed? Hát rendben van szerencsére, úgyhogy hála Isten úgy tudtam általában földre érkezni, hogy a könyökömre, a könyökömön nincs ugyan bőr, de az fáj most inkább, úgyhogy megúsztam szerencsére. Hát most kijöttem, bemondta a rádió, és eljöttem, hogy egy kis örömbe legyen részem. Nem tudtunk megszólalni, hogy a gyönyörűségtől nem lehetett megszólalni, mert gyönyörű volt egyszerűen. Európában csak ez az egy csapat képes ilyesmire. Én még most hiszem, hogy nyertem. Az első fél időben az Otto az én fiam volt, a másodikban az övé. Ez volt a jellemző. Igen, és egy Ferencvárosnak ki kell menni a pályára, és aki a pályára lép, az a Ferencváros. Ennek a Ferencvárosnak kellett képviselni ma a Ferencvárost is, és a magyar labdarúgást is.